A 21. Nemzetközi Könyvfesztiválon vagyunk, és Moskát Anitával, a Gabó Kiadó új science fiction fantasy sorozatának egyik új szerzőjével beszélgetünk. Sokáig csak novellákat publikáltál, ez az első igazi regényed. Milyen érzés most kézbe venni a Bábel fiait? Hú, hát nagyon jó érzés, mert hosszas évek munkája volt, mire idáig eljuthattam. És azért egy első könyvesnek mindig nehéz dolga van, mert nyilván kockázatot jelent egy kiadónak, eleve nehezebb eljutni a szerkesztőkig, de nekem végül is szerencsém volt, hogy hát 3 évig keresgéltem kiadót a kéziratnak, és szerintem ez egy jó idő. És hát most nagyon boldog vagyok. Végül hogy került a Gabó Kiadóhoz? Hát a későbbi szerkesztőmet, Kleinhey és Csillát régebbről ismertem, és még ő nem volt a Gabó Kiadónál, amikor elküldtem neki a kéziratot. És neki nagyon tetszett. Nagyon meg voltam lepve. És hát innen még egy év volt, hogy ő a Gabó Kiadóhoz került, és megmutatta ott a másik science fiction fantasyvel foglalkozó szerkesztőnek, Robosz Gábornak. Ő is elolvasta, és neki is tetszett. És utána nagyon gyorsan történt minden, tehát lényegében fél év alatt már itt van a kezemben a könyv. Igen. Meg vagy elégedve a munkájukkal? Például hogy tetszik a borító? Nagyon tetszik a borító. Az egész könyvet nagyon jó kézbe fogni. Jó a papír. Minden nagyon tetszett. És hát végig azt éreztem, hogy nagyon odafigyeléssel kezeltek, mindenben kikérték a véleményemet, nem éreztették azt, hogy te egy elsőkönyves szerző vagy, hanem nagyon odafigyeléssel és gondosan törődtek a kézirattal, és ez nagyon jól esett. Térjünk vissza akkor a kéziratra. Nehéz volt novellák után egy ennyire összetett és komplexebb regénnyel foglalkozni? Eredetileg én regényeket kezdtem el írni, és hát észrevettem, hogy nem nagyon működnek ezek a kéziratok, és aztán beléptem egy írókörbe, ahol szerettem volna véleményt kapni az írásaimra, és szerettem volna sokat-sokat fejlődni. És ők javasolták, hogy próbálkozzak előbb novellákkal, mert a rövidebb terjedelemben több mindent ki lehet próbálni. Ha elrontok valamit, akkor 3-4-5-szer újraírhatom az egészet. Úgyhogy akkor évekig csak novellákat írtam, és ezt ilyen kísérletezős korszaknak tartom, tehát tényleg nagyon sokszor megírtam egy-egy témát. Ezeket nem is mindig mutattam meg embereknek, mert ez egy gyakorlás volt önmagamnak, és aztán, amikor már nagyon feszített ez a történet, akkor kezdtem el újra regényt írni, és hát nem voltam benne biztos, hogy ezúttal sikerülni fog-e. Melyek voltak a legnagyobb problémák, amelyekkel meg kellett küzdened a regény megírása során? Ez a regény két szálon fut, két nagyon különböző szálon. Az egyik egy ókori Bábelben játszódik, a másik egy jelenkori Budapesten indul. És nagyon különböző nézőpont karakterek és nagyon különböző hangulat társult ezekhez a szálakhoz. És az elején nehéz volt összefognom őket, vagy napok teltek el, amíg váltani tudtam a két szál között. És így bele kellett jönnöm a saját történetembe. A másik, amivel még többet vacakoltam, az a háttérnek a kifejtése volt, az információadagolás, hogy mikor, milyen múltbeli eseményeket kellene lelepleznem. Említetted, hogy az egyik történetszál Budapesten zajlik, vagyis ott kezdődik. Mindenképpen fontosnak tartottad, hogy egy magyar helyszín, magyar szereplők belekerüljön a regénybe? Igen, fontosnak tartottam, mert hát nagy trend magyar íróknak is külföldi helyszínt választani, külföldi szereplőket választani, de sokszor csak divatos fogás, és nem érezni azt, hogy helye van annak, hogy mondjuk egy amerikai kisvárosban játszódik a történet. És hát ezt a környezetet ismertem legjobban. Hiába kutakodtam volna az interneten, akkor sem tudnék egy külföldi helyszínt úgy megjeleníteni, mint azt, amiben élek. Ezért mindenképpen hazai helyszínt és hazai szereplőket is szerettem volna. Az egyik szereplőd vak lényegében. Nehéz volt beleképzelni magad a helyzetébe, hogy miket érez maga körül?
kihívás volt vak szereplőről írni. Hát sok mindennel próbálkoztam, bekötött szemmel járkálni a lakásba, és hirtelen mindennek neki megyek, amit máskor egyébként simán kikerülnék. Nem találom meg a villanykapcsolót, leverek dolgokat, belebotlom a küszöbbe. Aztán az utcán is próbáltam így járni, az még ijesztőbb és még rosszabb volt. De aztán elmentem a láthatatlan kiállításra, ahol vakok vezetik körbe a látogatókat. És ez egy olyan szituáció volt, ahol a idegenvezető vakfiú nagyon otthonosan mozgott, én meg nagyon el voltam veszve. És ez egy olyan nézőpontváltást okozott nekem, hogy onnantól már sokkal otthonosabban tudtam írni egy vak szereplőről. A regényed fő témája lényegében a vallás, illetve a vallás és az emberek viszonya. Miért pont a vallást tűzted ki? Hú... Régóta foglalkoztattak vallási témák, novellában is próbálkoztam velük, és nagyon sok regény ötletem is volt. Ezek ilyen 2-3 oldalas szösszeneteket írtam, és mindegyiknek valahogy központi eleme volt a vallás. Nagyon különböző aspektusokból, de vallás. És nem tudom, valahogy így evidens volt, hogy én egyszer foglalkozni fogok ezzel a témával. Ha nem most, akkor majd 10 év múlva, vagy 20 év múlva. És valahogy úgy belecsordogált. Először nem gondoltam arra, hogy ez most kifejezetten egy vallási történet lesz, de rájöttem, hogy minden szereplő és minden szituáció oda kapcsolódik, és akkor ez így előjött, mint téma. Akkor úgy kérdezem, hát arra könnyebb válaszolni, hogy miért pont a bábeli történetet vetted alapul? Hát beugrott Bábel, tehát hogy ezt így nem tudom pontosan megmondani, de amikor eszembe jutott és elkezdtem megvizsgálni, hogy mit jelent nekem ez a történet, és miért jött elő, akkor azt láttam, hogy a Bábelről mindenkinek mondjuk a nyelvek jutnak eszébe. Engem nem a nyelvi része érdekelt, hanem mint vallási szimbólum, hogy az emberek végül is elkezdtek egy ilyen bálványt építeni, amiért Isten mindenkit megbüntetett. És nagyon meglepett ez, hogy kollektíven mindenkit megbüntetett, és nem voltak olyan emberek, akiknek azt mondta volna, hogy ti ebben a szituációban helyesen jártatok el, mint mondjuk Noénak, hogy építs egy bárkát és ments meg a családodat. Itt nem voltak személy szerint kiemelve emberek, és ez érdekelt, hogy mi történhetett ott, ami ennyire borzalmas, hogy egyetlen hős sincs ott. Végezetül akkor azt hiszem adódik a kérdés, hogy mind dolgozol most? Fantasy regényen. A Bábel után én már megírtam egy másik fantasy regényt, azt javítgatom. Ez egy olyan világban játszódik, ahol minden hatalom a világ fizikai tulajdonságai miatt a terhes nők kezébe kerül. Sikerült már kiadót találni hozzá? Ugyanúgy a Gabónál fog megjelenni? Hát, hogyha a Gabó is úgy gondolja, akkor én nagyon örülnék neki, hogyha majd esetleg itt megjelenhetne. Ez akkor sok sikert kívánunk, és köszönjük szépen a beszélgetést. Én köszönöm.